már az ókori játékokon is szerepelt a diszkoszvetés, ami a modernkori olimpiákon, a férfiaknál 1896-ban, a nőknél 1928-ban debütált újra. A dobókör belső átmérőjének mérete 2,5 méter, a férfi diszkosz 2 kg és 22 cm átmérőjű, a női 1 kg-os és 18 cm-es. Lars Riedel az egyetlen diszkoszvető, aki 4 egymást követő világbajnokságon is aranyérmet szerzett. Sziasztok, Szikszai Róbert vagyok, diszkoszvető. Találkozzunk az atlétikai világbajnokságon. Szurkoljunk együtt a magyar csapatnak!